Az egész csirkét fogjuk szétdarabolni. Először kivesszük szépen a lábakat. Hát ugyanabban egy egyenes vágással nyakától elválasztjuk a fejét. Ezeket félretesszük. Majd átfordítva következő fázisként a szárnyakat fogjuk eltávolítani. Amit egy ilyen kicsit körkörös mozdulattal itt a nyaka és egy picikét itt a melle irányába lefelé vághatunk, így néz ki. Másik oldal, talán innen jobban látszik egy picikét, ennél a hajlatnál. Nem túl erőteljesen, de azért egy határozott mozdulattal így elválasztjuk. Következő fázis a két combja lesz a csirkének, amit szintén ezeknél a hártyáknál erővágva, picit kézzel rásegítve és egy óvatos mozdulattal úgy van, amit a farhát részre vágva el tudjuk választani egymástól a combját és a háta részét. Ez így néz ki. A következőkben a szártőcsonttól egészen strévizabét látunk egy ilyen fehér hártyát. Itt célszerű nekünk itt egy picikét beszúrni, és ezt a vonalat követve egyenes vágással mindkét oldalt elővágni. Amikor ide elértünk, akkor a egész mellett magunk felé húzzuk, és a két szántőcsonnal az ízesülésnél vékonyan levágva, kicsit széthúzva elválasztjuk a mellett és a nyakas farhát részt. Így. A farhát részt, amikor így a nyakkal együtt van, úgy tudjuk a legpraktikusabban szétszedni, hogyha először a nyakán lévő bőrös részt elővágjuk. És egy ilyen nyúzó mozdulattal, úgymond, egészen a szántőcsontokig felhúzva a bőrt, a nyakát megfogva, és egy ilyen 45 fokba tartva a kést, picikét rávágunk. A nyakat így tudtuk leválasztani a farhátról, és itt maradt az egész farhát részünk, ezt a bőrös részt ezt általában elválasztjuk. És ennél a pontnál, ahol úgymond a gerincit két részre oszlik, itt egy picikét strévizavé szintén bevágunk, egyenes vágással, és a másik oldalról szintén. Így néz ki. Ezt a mirigyes részt leszoktuk vágni róla. Ezzel a belső HS résszel együtt. Röviden ennyi.